Mindjárt itt a szilveszter, ezért arra gondoltunk, hogy utána járunk, milyen kilátásaink vannak a növényi alapú virslik frontján. Tesztünkben 5 féle virslit, vagy hozzá hasonló növényi alapú terméket kóstoltunk. A termékek kiválasztásánál szempont volt, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek. Az 5 termék közül egy származott Bioboltból, 2 a DM-ből, 1 a Müllerből, 1 pedig a CBA-ból. A teszt során az íz mellett a virslik és kolbászkák illatát, állagát és külalakját is pontoztuk. Minél inkább hasonlított egy adott termék a valódi, húsból készült változatra, annál jobb értékelést kapott. Bár a növényi étrendet követők egy része tartózkodik attól, hogy húsra emlékeztető termékeket fogyasszon, a nagy többség számára a megszokott ételek növényi alapú másai jelentetik az első lépéseket egy fenntarthatóbb étrend felé. Na. A tofusát és a szájtámosat azért érdemes külön kezelni. Luther tofu virslije ízlett a legjobban, mert azt hasonlított legjobban a virslihez, mind külalakra, mind ízre. Szerintem az, hogyha egy vendégségbe elmegyek, vagy hozzám jönnek barátok és megfőzöm, akkor nem biztos, hogy kimenekülnek majd az emberek a konyhából a szilveszterkor. A DMS csorizó ízlik a legjobban, de nem ez a teljesen homogén virsli. Bécsi virslinak azt a roppanosságát egyik se hozta. Gunther tofu virsli hasonlít a legjobban a klasszik bécsire. De nekem nagyon lehúzó, hogy még külön műanyagban van csomagolva. Ha ehető lenne a bőre, akkor ez szebb lenne, mint ez. Ha így hétköznapi fogyasztásra kellene választani az összes közül, akkor én is csorizót mondanám.